Köszöntöm a nagykörút nézőit, Dombóvári Gábor vagyok, és azonnal elkezdem sorolni, hogy mi minden lesz a kulturális magazinban. Nos, 1990. október 29-e. A magyar parlament liftje elakad két emelet között, benne két politikus, a miniszterelnök és az ellenzéki párt fiatal vezetője szenvedélyesen vitáznak, amelynek nyomán aztán felsejlik a rendszerváltás történelmi és politikai háttere. Antal József és Orbán Viktor, a miniszterelnök és a fiú. Bemutató a Thália Színházban. Jön a darab írója, rendezője, Posgai Zsolt. Aztán még mindig színház, de ezúttal szabadtér. Mesék a cicáról, aki haza akart menni, de eltévedt, és majdnem találkozott Vörös Sándor macskájával is. És kik azok az öreg lányok? Koncertszínház, próza, Petőfi Sándor és Arany János levelezése és sok-sok Shakespeare. Nagyszerű előadások a Kőszegi Várszínházban. Itt lesz velünk Póca Zoltán igazgató, majd pedig egy fiatalember, aki jó néhány éve a Virtuózok tehetségkutató tévésorozatnak is köszönheti sikereit itthon és külföldön is egyaránt. A stúdióban beszélgetünk Szűcsapor zongoraművész, zeneszerző karmesterrel, többek között Liszt Ferencről, a Don Giovanniból lett Rock Giovanniról, ami bizonyára még Mozartnak is tetszene, és természetesen a Virtuózok Kamara Együttes közelgő koncertjéről is kezdünk. Nagyon örülök, Zsolt, hogy ismét találkozunk, és az örömömnek, hát hogy is mondjam, az a nagyon egyszerűen fogalmazva idézőjelben hátsó gondolata, hogy veled mindig történik valami, és nem kell szabadkozni, de mindig valami jó. Most mielőtt még átadnám a szót, az egyik apropója a beszélgetésünknek, hogy a Táliában, a stúdióban egy új darab van, és bemutatás, a miniszterelnök és a fiú előadás. De még mielőtt erről beszélgetnénk, egy kicsit beszéljünk a díjakról, és arról is, hogy a Magyar Golgota, ez a tévéfilm, milyen diadalutat járt be, világszerte, mondhatom. Nem tudom hirtelen ennyiben melyik fesztiválon, de volt olyan, ahol egyszerre 6 díjat is nyert, ugye? Igen, hát én is köszöntöm a nézőket nagy szeretettel. Való igaz, hogy tavaly forgattuk le a filmet, ezt a Török Ignác aradi vértanúról, és én azt hittem, hogy ez marad egy magyar körön belül ez, ez a film, de aztán kiderült, hogy van egy kanadai cég, amelyik fesztiváloztat filmeket, tehát nem én csinálom ezt, és ők felvételiztetik a filmet. Ha nekik megfelel, akkor ők elküldik a világ fesztiváljaira, ezt csinálják, és azt mondták, hogy ezt lehet fesztiváloztatni. Na most nekik lett igazuk, mert az elmúlt 8 hónapban most megjelent egy kis füzetke, amit a színészek raktak össze a 100 díjunkról, ami 100 azért elég sok ahhoz, hogy azért ne lehessen azt mondani, hogy mondjuk nem is jó a film, én sem vagyok jó, ezek kis fesztiválok, és különben is ez nem úgy van. Hát most már ezt nagyon nehéz mondani. De az az érdekes, hogy Los Angeles-től Nepálig eljutottunk fesztiválokra, most legutóbb például Malajziában egy nagyon nagy fesztiválon kaptuk meg a legjobb külföldi díjat. Tehát mindenféle náció, Afrikában is például, mindenféle náció úgy tűnik, hogy megfogja ez a történet, amit mégiscsak egy magyar történet. Hát magyar történet alak. Az rendben van, de akkor még annyit, mielőtt folytatnád, hogy magyar Golgota, hát akkor nézzük meg azt, hogy Golgota, mert hogyha ha jól tudom, vagy jól emlékszem, Kossuth Lajos mondta azt, éppen a szabadságharc után, vagy a leverés után, hogy ez a magyar Golgota, de hát akkor igen, ő még TH-val írta. Egyetlen fennmaradt rádió, vagy minek mondjam, rádió beszédében hangzott ez el valóban, ami még mindig ma is hallható. És ezért hívta ő akkor ezt az esetet magyar Golgotának. Igen. És innen van a cím. Hát innen van a cím, igen, igen. Ez nem is rádió, amiről beszélünk, henem ez egy viaszlemez, vagy viaszhenger, ami igen. Megjelent ez a beszéd, ezért innen. Na most azon nem csodálkozom egy pillanatig sem, hogy elmondott, hogy Nepálig is eljutottak, és akkor a magyar Golgotát még a serpák is meg tudták nézni, de neked sem idegen az, hogy mindenhol a világban járkálsz, a szó jó értelmében, és az, hogy eléggé tőlünk távol eső országban, emlékszem, mert egyszer erről beszélgettünk, zsűriztél.
Igen. Na akkor erről még egy picit, hogy most zsűriztél-e az utóbbi időben, vagy megint mész valamelyik arab országba, vagy Irakba, vagy Iránba, vagy nem tudom, a fesztivál zsűrinek. Ilyen szempontból a film sikere, fesztivál sikere nem jött túl jókor, mert ugye utazási problémák voltak. Igen, az igen. Elmúlt évben szállt szét a világban, vannak a helyek, ahol most is nagyon körülményes eljutni. És most júniusban indul be az, hogy talán el lehet indulni, átvenni személyesen a díjakat, mert eddig mindig barátaink vették. Na ezt akartam kérdezni egyébként. Most már talán lehet, és most Los Angelesbe lesz egy, nem, Las Vegasba. Én is kell remélem. Mi van Las Vegas? Las Vegasba lesz, ahol döntőbe kerültünk, és az júniusban oda muszáj lesz elmenni, mert most már ezt a 3 évet nem bírom így ki, hogy... És igen, hát zsűrizni is aztán majd hívnak jobbra-balra, ez a fesztivál hozza magával. Ez teljesen rendben van. Las Vegasban most adtam reggel épp egy interjút egy helyi lapnak. Egy olyan apró kis filmes lapnak, egy hosszabb interjút. Igen. Hát ez igen. Voltál Las Vegasban? Nem. Nem. Hát akkor nagyon fogsz csodálkozni. De nappal nem annyira érdekes a dolog, de este és éjszaka akkor félelmetes. És hát ezt, az nem rólam szól ez a történet, de még a Királyi Televízióval mi forgattunk Las Vegasban. Egymás után következő 3 vagy 4 évben. Mindig decemberben, amikor a Nemzetközi Informatikai Kiállítás volt, és aztán ezt behoztuk, de minden évben valami fantasztikus változás volt. Igen. És már akkor elmondták ott, hogy éjszaka, nappal meg, aztán egy sivatagi város. Na mindegy. Egyébként érdekes, mert itt nincs különbség fesztiválok közt, mindenhol zsűrik vannak, nézők vannak, akárhol van. Én nem teszek különbséget. Például utána mennem kell egy dél, vagy észak, teljesen észak svéd városkába, meg nem mondom most a nevét, egészen a sarkörön túl van már. Ott fel, ahol szintén aha. Egy fesztiválon benne vagyunk a döntőből, mindenképpen el szeretnénk elmenni, mert nem az. Oda vonattal lehet menni, aha. És hát ez nagyon érdekes lehet. Hát az mindenféleképpen. Hát akkor megköszönöd majd nekik, svédül a taxon. Igen. Akkor rendben vagyunk. Na most azért... 4000-es kis város. De azért szóval ez nem semmi, ez tényleg ennyi fesztivál díj. Akkor most csak egy zárójeles kérdést mondok, és nem muszáj válaszolnod, vannak irigyeid? Igen. Jó, mert ezt nem sokan mondhatják el magukról. Vannak, hogy... igen, hát de nem hiszem, hogy ezzel törődni kell. Ne, abszolút nem, inkább legyenek irigyeink, mint hogy én irigykedjek valamire. Nem. Vannak, és ennek meg is vannak a maga hatása, de erről nem is szívesen. Nem, én azért mondtam, hogy erről nem is kell. Na most még egy, amit én itt visszatérve Kossuth Lajosra, hogy egy emlékművet is annak idején, nem tudom, mert a filmben szó van erről, hogy 1890-ben éppen október 6-án egy ilyen gyönyörű szép emlékművet is éppen a kivégzettek emlékére felavattak, és akkor azt leleplezték. Na jó, akkor beszéljünk arról, hogy itt van ez a bizonyos, a miniszterelnök és a fiú, és én itt a műsor elején mondtam, hogy találkozik a parlament lerobbant liftjében egy idősebb, meg egy fiatalabb ember, és akkor ott elkezdenek beszélgetni a klasszikus hagyományokról, meg arról a feltörekvő ellenzéki fiatalról. Na most nem szaporítom én tovább a szót, de itt nyilvánvalóan Antal József és Orbán Viktor, mondjam úgy, hogy képzeletbeli találkozásáról van szó, és már csak azért is merem ezt mondani, mert úgy tudom, hogy tényleg Antal József az, hát nem mondom, hogy fiának tekintette Orbán Viktor, de örökösének tekintette, és hát valahogy, most ez fután hangzik, de felnéztek egymásra aztán a későbbiekben. Na hát elakad a lift, és akkor azért nem kell itt lelőni a poént, de azért, hogy beszélget ez a két ember? Hát egyrészt egy nagyon éles parlamenti vita után vannak, ahol az ellenzéki fiatal vezető lehazarárulózta a Antal kormányt, magát Antal Józsefet is, és hát a miniszterelnök ezen azt hiszem, hogy ezt meglehetősen szívére vette, és ezután pár perccel rakom őket be egy liftbe, amikor a mester és tanítvány egymásnak tud feszülni, és egymásnak tud robbanni, hiszen két olyan generáció, amelyiknek nem kell egyetértenie, hogy hogyan továbban, csak bizonyos emberi alapértékekben. Én itt 19-re húztam lapot, ha lehet mondani, mert ez nagyon rosszul is elsülhetett volna. Mentségemre szolgáljon, hogy 30 évesen a rendszerváltás idején egy könyvkiadót vezettem, egy kortárs könyvkiadót, tehát akkor írókkal, értelmiséggel meglehetősen jó volt a kapcsolatom. Tehát én valóban ott voltam Göncz Árpád lakásán, Antal József társaságában. Akkor, mikor még nem volt olyan, hogy nem, ki beszél kivel és kivel, ki nem beszél. Igen. Akkor mindenki beszélt mindenkivel.
és akkor én saját szájából is hallottam a szavakat az új feltörekvő fiatalokról, és egyáltalán én ismertem, tehát tudom, hogy miről beszélek, és ezt a ráadásul munkásgyűléseket vezettem a privatizáció elleni, szörnyű, hogy bele tudtam ebbe az egészbe valahogy keveredni, főleg az írók által, és tehát olyan információkkal bírok, ami szerint. Ja, és a másik, ami nagyon a darabnak egy nagyon erős vonulata, az, hogy ugye Antal József adott két beszédet a taxis sztrájk előtt. A taxis blokád, szerette igen. volna, hogyha a Magyar Televízió lead, uh-huh. hogy megmagyarázza az embereknek, hogy mit miért tesznek, és itt a liftben szembesül a fiatal Orbán Viktor, mondhatjuk, hát ez nem titok senki előtt, hogy ezeket a beszédeket a Magyar Televízió nem adta le, mert az elnök nem járult hozzá. Na igen, na most de bocsánat, egy válsághelyzetben csak... egy miniszterelnök nem szólhat a néphez, azért érdekes korszak ez, nem? Na jó, de hát ezt, hogy divatos szóval éljek, úgy is kommunikálták, hogy a miniszterelnök, mármint Antal József nem tudott bánni a médiával. Hát ezt nem tudom. Ezt azt tudom, hogy el róla. Akartam mondani, hogy milyen nehézségekkel küzdenek, és ezt nem tehette meg. Ezek a tények, hogy aztán mögötte mi van, azt nem tudom. Hát hiteles vagy ebből a szempontból is tényleg, mert hát ott ültél és ott voltál ezeken a beszélgetéseken. De akkor még annyit, hogy létezik az, és igaz az, és ezt lehet, hogy te mondtad valahol, de én minden esetre olvastam, hogy Antal József már abban az időben akkor tudott Gyuri bácsiról, azaz Soros Györgyről, csak valahogy ez nem került felszínre. Hogy tudt volna, hiszen Soros György meghívta őt Amerikába magához, Antal Aha. Józsefet is, és fölvázolt neki egy olyan tervet, erről szól a második beszéd, ami Na. viszont még nem került nyilvánosságra, én láttam. Aha. Titkosítva van. 50 évre nem mi? Tudom miért egyébként, de mindegy, lényegtelen is. Itt nem rossz emberezésről van szó a darabban, arról van szó, hogy Soros György felvázolt egy utat, ami szerinte a magyar gazdaságnak haladni kell. Mondta akkor. Mondta akkor ő, és ezt felajánlottan ez a segítséget. Antal József és köre azonban másfajta utat képzelt el, és ezt ő végül is nem fogadta el, ezt a javaslatot, de ez nem azt jelenti, hogy összevesztek volna, vagy ellen, vagy a mai sorosozás, ami van, ez a közhelyszerű dolog ez. És amikor a darabot írtam, nem tudtam kikerülni ezt a figurát, hiszen annyira szerves része ennek a történetnek, amit én feldolgoztam, hogy hazudtam volna, hogyha Soros György személyét kihagyom ebből a történetből, de egyébként a végén 3 perc alatt uh-huh. hangítsak el a neve, tehát és ami nagyon fontos, hogy az előadás média konszenzust hozott létre Magyarországon. Na. Úgy értem, hogy az egyik média is, akiről azt hittük, hogy ja Istenem, mennyire fogja most, meg a másik is ugyanazt vette észre az előadásban, és ugyanúgy megírták, lenyilatkoztam, leadták, hogy ez valóban nem egy aktuál politikai őrület, amit én itt csináltam, hogy most beépítem Orbán Viktor a dolog, beleépítem, mert ott volt, hát róla szól a történet. Ez inkább az Antal József emlékévre készült, a darab, csak kicsit késtünk a bemutatóval. Tehát megegyeztünk abban, hál' Isten fiatal szerkesztők nézték meg már mindenhonnan az előadást, azt mondták, hogy szerintük ez egy dráma, ez és nem egy aktuál politikai valami, amiből a fiatalok talán jóval többet megtudnak a rendszerváltásról, mint máshogy, mert mi a fontos? A fiatalok egyrészt nem tudni, hogy mit tudnak róla, de nem is az érdekes. Az érdekes az, hogy hogyan néznek az apáikra és nagyapáikra. Igen, igen, és ez nagyon jó, mert családon belül. Hát, generáció elment minden. Tehát igen, és meg kell értsék róla. Azt, hogy az apjuk igen. és a nagyapjuk miért és hogyan viselkedett bizonyos időben. Ez a legfontosabb ebben az előadásban. Egy arcpoétika. Most nem akarom elviccelni a dolgot, de igen. annak idején valamelyik csarnokban a Bródi, mármint a Bródi János, hát fellépett minden az égvilágon, és akkor a Mici Mackót adta elő, és mondta, hogy akkor itt, akik bal oldalt ülnek, mikor én azt mondom, akkor mondják, hogy zig-zig, és akkor akik jobb oldalon ülnek, mondják azt, hogy Mici Mackó fázik. És énekelte tak-tak-tak-tak-tak-tak, és a végén azt mondta, hogy jaj, végre ezt is megértem, hogy a jobb oldal meg a bal oldal együtt van. Na jó, igen, akkor igen. lesznek még előadások mindenféleképpen, igaz? Hát nem az, hogy lesznek, hát kénytelenek lenni, mert olyan fajta, hál' Istennek, siker van, hogy most már novemberre árulják a jegyeket, tehát
igazából nagyon gyorsan, holnap is nem tudom bejutatni az ismerőseimet. Tehát olyan érdeklődés történt itt hirtelen. Na most akkor még annyit, hogy ahogy ez létrejött, tehát Ivancsics Ilonára gondolok, és a Táliára, ez egy ilyen együttműködés? Ivancsics Ilonához fordultam. A társulat. Mert szeretek velük dolgozni, és nem akartam politikailag valamilyen színben felragyogó színházat választani, és nem akartam, hogy átpolitizálják. Igen. Ivancsics Ilonáék nem politizálnak, hanem minőségi adásokat játszanak. A Tália színház meg azért kell, még mégiscsak a Broadway. Igen. Tehát hova vigyem az operetbe? Hát, akkor énekelni kéne, ugye? De hát nem, ebben nincs ének. Na jó, de hát énekes, de énekes hát, van. És hát fejemre húzták. De, de csak ilyet. Énekes, most akkor a Tália igazgatója csinálta az X filmet. Hát nem tudom, nekem a hely kellett igazából, meg Ivancsicsnak is, hogy ott legyen az a stúdió. Na jó, de én azért hangsúlyozom ilyen sokszor, hogy énekes, mert a szereplőket még nem mondtuk, mert az egyik Szabó Sipos Barnabás, az érthető, de Dávid, már mint Fecske Dávid, ő az egyik zenekarnak az énekese. Igen, Fecske Dávid úgy lett, hogy ez casting volt erre a személyre. Aha. És nem is biztos, hogy vállalták volna sokan, ha úgy hívom őket, mert azért nem akármi eljátszani egy élő figurát. Így van. És Fecske Dávid volt az, aki ugyan a családja ellenezte, hogy ő nyilatkozta. De ő is azt, őt meg tudtam győzni arról, hogy ez egy dráma, és most nagyon boldog, mert olyan kritikákat kapott és olyan visszajelzéseket, amik valóban ezt erősítették, hogy itt semmiféle politikai szurkálgatás nem történt. És te, mint rendező, akkor nyugodt szívvel tudod azt mondani, hogy nem csak jó énekes, hanem jó színész is. Nagyon jó színész, igen. Hát személyiséget kerestem, nem színészt. Ugyanis ilyenfajta személyiséget, mint Antal Józsefet is például, hát nem tud más megjeleníteni, csak akinek magának is van egy erős belső személyisége. Igen, hiszen igen. Különben hogyan? Hát lebukunk. Na mit írsz mostanában, aztán be is fejezzük. Ha van már valami a partnersolyban, de neked mindig van. Mostanában, igen, hát filmet szeretnék írni. Igen. Mostanában jó, szeretném hát elkezdeni kell egy filmet, amit is. Nem sikerült. Igen, bár elvittük egészen a megvalósítás küszöbéig, már minden helyén állt és le lett állítva. Nem tudom, de én nem vagyok az a fajta, aki akkor kesereg, hanem nekiállok egy másiknak. Nagyon szeretnék egy egész estés táncfilmet létrehozni, amelyben egy nagyon érdekes téma van, most ezt nem mondanám, mert nem arra szó. És a világ és Európa több táncos csapataiból szeretném összeválogatni hozzá. Jó. Például Las Vegasban most az interjúban ezt hangsúlyoztam, hogy nem én vagyok érdekes, hanem az, hogyha van egy ember, egy producer, aki lát fantáziát egy ilyenbe, az hívjon fel. Hát jó, hát ott minden megtörténhet, Las Vegasban minden megtörténhet, még az is, hogy Elvis Presley, amikor fellépett először, akkor a bukás volt, hogy utána 10 évig nem ment Las Vegasba, tehát aztán mégis sikerült a dolog. Na, akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, és hát ha most közhelyszerűen azt mondom, hogy a sok-sok díj mellé még jöjjön 1, 2, 3, de arra a filmre is, amit meg fogsz tudni csinálni. Nagyon rendben? Szépen köszönöm. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Kérem tisztelettel, sok szeretettel üdvözlöm, így a Skype segítségével igazgató urat, Póza Zoltánt, aki Kőszegről mond majd el mindent, a várról, és még sok minden másról, amit én mindenféleképpen szeretnék kérdezni, de én azt hiszem, hogy úgy is bemutathattalak volna, hogy rekorder direktor, mert... Köszönöm szépen! Mert én azt olvastam, hogy itt a várban és az ott lévő művészeti egységeknél, hát 1988 óta azt hiszem, hogy ott vagy, és aztán 96-tól pedig már igazgató is, és most már a Várszínházról beszélek. Szóval ez, hogy rekorder direktor, ezt nem viccből mondtam, mert nem tudom, hogy Magyarországon van-e olyan színházigazgató, aki ilyen régen van. Szerinted van? Nem tudom, én soha nem néztem utána, de lehet, hogy nincsen. De ez nem érdem, én azt gondolom, hogy én ilyen régóta vagyok vezető. Azért azt tudni kell, hogy mi egy nagyon kicsi intézmény vagyunk, és nagyon sok területet látunk el. Tehát maga az intézmény egyrészt üzemelteti a várat, mint turista látványosságot, mint történelmi emlékhelyet. Emellett közművelődési alapintézmény vagyunk, és a Kőszegi Várszínház nyáron az, ami igen. Tulajdonképpen a fő profilunkat adja, aminek a témája is tulajdonképpen a mostani beszélgetésünk. Azt hiszem, hogy Besenyei György nevét mindenki ismeri, de így utólag 1-2 év eltolódással azt hiszem azért gratulálhatunk, mert van egy Besenyei György díjad is. Ez a díj hogyan született, illetve mit díjaztak és hogyan?
Hát alapvetően természetesen a kulturális tevékenységemet, és ahogy mondani szokták, hogy nekem az a feladatom, hogy elfogadjam azt, hogy miért ítélték meg, azt ők tudják, de azért nagy valószínűséggel ez a hosszú munka ebben szerepet játszott, ez a jubileum, és hát természetesen azért azt tudni kell, hogy az én munkám az soha nem egyedüli, az mindig csapatmunka, tehát egy olyan közösségnek a vezetője vagyok, amelyik együtt gondolkozik, együtt lélegzik, és hát szeretne minél szebb és jobb dolgokat tenni, tehát mi itt a közvetlen kollégákkal több mint 20 éve dolgozunk együtt, tehát azt tudni kell, hogy ez általában mindig egy-egy ilyen csapatmunkának a vezetőjét szokták díjazni, de remélem azért a kollégák is most már eljutnak egy-két díjig, meg is történt ez az elmúlt időszakban. Most mielőtt még a programról és a nyárról kérdeznének, azért beszéljünk egy kicsit még magáról a színházról is, meg hogy egyáltalán milyen apropóból nyílt ez meg 1982-ben, hogyha jól olvastam, mert ugye hát Jurisics és Jurisics vár, szóval azt hiszem még az iskolások is tudják, de hogy annak idején, mikor Jurisics valamikor 1500-valahányban, 32-ben, mikor visszaverte a törököket, akkor gondolom ez a, ha jól számolom, 450. évforduló, amikor ez a vár megnyílt. Szoktatok még erre emlékezni? Hogyne, feltétlenül. Ugye ez egy nagy dolog volt, hogy a Páskendi Géza írt egy drámát abból, hogy Jurisics és a katonái és a bemenekültek azok hogyan tudták megvédeni a várat. Nagyon érdekes sztori egyébként, hiszen Jurisicsnak pár tucat katonája volt csupán, és tulajdonképpen a városi polgárság és az ide bemenekült összesen körülbelül 1000 ember védte a várat. Tehát ez egyrészt azért nagyon fontos, mert egy összefogást mutatott meg, hogy igenis az értékeink védelmében mindenféleképpen össze tudunk fogni. Maga Kőszeg is egy nagyon sok nemzetiségű, sok vallású város volt, és mégis akkor, amikor vész volt, össze tudtak fogni, ráadásul egy nem is magyar, meg nem is osztrák kapitány vezetésével, hiszen Jurisics Miklós horvát származású, Szenyből származó katona diplomata volt, tehát ez egy nagyon fontos üzenet, és ezt a drámát írta meg Páskendi Géza, amelyet az idei évben felolvasó színházi keretek között mutatunk be, azon a napon, 40 évvel később, mint amikor indult a Kőszegi Várszínház, tehát magyarul ez július 17-én következett be 1982-ben, és idén is július 17-én felolvasó színházi keretek között mutatjuk be, együttműködve egyébként a Dunai Városi Bartók Kamara Színházzal. Hát akkor 40 éves a Kőszegi, úgyhogy akkor azt hiszem, hogy méltó megünneplés lesz. Na most, hát akkor beszéljünk azért tényleg a programokról is, hogyha már sikerül arról is szót ejteni. Hát akkor kérlek tisztelettel programok, és akkor hát kezdjük azzal, hogy mesélj a cicáról, aki haza akart menni, de aztán eltévedt, és úgy hívták, hogy Suzi. Hát micsoda. Így van. Ennek az előbemutatója, vagy sajtóbemutatója a héten volt egyébként. Most már több mint 10 éve együttműködünk a Szombathelyi Mesebor Bábszínházzal. Amiatt is leginkább, mert egyrészt nagyon közel vannak, másrésztről kifejezett fontos törekvésünk az, hogy a gyerekeket színházra neveljük. Tudjuk azt, hogy nagyon picikorban kell elkezdeni ezt, és erre most éppen Jim Tomlinsonnak ez a darabja, az nagyon-nagyon üdítő, friss. Egyrészt azért, mert ez a szegény macska ugye egy másik országba kerül, másik ország szokásaival kell, hogy megismerkedjen, és valljuk be, nagyon sokszor az utóbbi időben ilyen előfordult, akár magyar gyerekekkel, akár más gyerekekkel, hogy ezzel meg kell ismerkedni. Egyébként is fontos, én azt hiszem, hogy a gyerekek megtanulják azt, hogy egy más millióbe hogyan lehet beilleszkedni, hogy lehet viselkedni, hogy lehet azokat az ételeket is megkóstolni. Ugye sokszor látjuk, hogy a gyerekek, ha a szülők engedik, akkor jóval befogadóbbak és jóval nyíltabbak, mint a felnőttek. Tulajdonképpen a darab erről is szól, hogy igen, a gyerekeket hagyjuk egy kicsit gyereknek lenni, és hát természetesen nekünk pedig az a szándékunk ezzel az együttműködéssel, hogy olyan jó programok, olyan gyerekeknek szóló minőségi programok szülessenek, hogy később is igényük legyen a színházban minőségi előadások megtekintésére, úgyhogy a cica azért akart hazamenni, mert véletlenül egy léghajón Franciaországból áthajózott a levegőben, Angliába, ahol aztán, hát, hogy úgy mondjam, a világ legrövidebb könyvével találkozott ugye a finn angol ételekkel. Igen, na most én senkit nem akarok megbántani, de kik azok az öreg lányok?
Hát ez a darabból ki fog kerülni pontosan, tehát ahova megérkezik. Ez most természetesen egy olyan mesevilág, ahol egy gyereknek mindenki öreg. Én emlékszem, mikor én is pici voltam, akkor egy 30 éves ember nagyon öregnek számított. Most meg tulajdonképpen azt mondja, hogy egy 30 éves, ez egy fiatal ember. Úgyhogy ezek korral változik. Természetesen ezek az öreg lányok azok, akik most adott esetben behelyettesíthetők óvónéninek, nagynéninek, nagymamának. Szóval akik egy kicsit mások már koruknál fogva. Petőfi 200. Hát ezt nagyon jól tudjuk, hogy mindenhol az országban, sőt határainkon túl is emlékeznek a nagyszerű költőnkre, de hát itt legalábbis én úgy tudom, hogy egy Arany Petőfi barátságáról szóló darab is van. Én most már itt júniusban járok, de mindenféleképpen azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagyszerű kezdeményezés, ha szabad ezt így fogalmaznom. Így van, és nem véletlenül van a szezon elején ez a darab, hiszen még itt vannak a diákok, és szeretnénk, ha minél több diák megnézni ezt az előadást, amely alapvetően Arany János és Petőfi Sándor levelezéséről szól, két olyan nagy formátumú emberről, akik koruk meghatározói voltak, és bár rövid ideig voltak kapcsolatban, mégis olyan levelek, mégis olyan érdekességek születtek ebből a levelezésből, ami nem csak arról szól, hogy ez a két kiváló ember milyen volt, hanem arról is, hogy milyen volt az akkor, hogy miképp lehetett. És talán a középiskolásoknak azért is segítséget jelentett, mert ez mondjuk érettségi tétel is. Egy kicsit talán fel lehet kelteni az érdeklődést Petőfi és Arany, most ugye az évforduló miatt, főleg Petőfi Sándorra, hiszen ő egyszerebb volt, ha szabad így mondani, a maga korában. Hihetetlenül népszerű ember volt, és talán beleláthatunk abba, hogy a 19. században hogy lehetett, hogy Petőfi Sándort olyan sokan követték, hogy az ő költeményére emberek mentek az utcára. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, de hát ezt megelőzően azért még lesz egy nagy nyitó koncertünk, hiszen június 3-án lesz a Grand Opening összefogás koncert, ami alapvetően ugye a Nemzeti Összetartozás napjára készülve próbál egy szezonnyitó nagy koncertet adni. Ezt a tavalyi évben kezdtük el összefogásban a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetségével, és szeretnénk úgy nyitni a színházi évadot, hogy az egy ingyenes, komoly zenei koncert legyen. Egyrészt felhívjuk a figyelmet a munkra, másrészt pedig mindenkinek lehetősége legyen ellátogatni ide. A szövetségünk szlogenje szabad téren, szabadabban, hisz most ennek is örülnünk kell, hogy maszk nélkül egy szép estén kiülhetünk majd a színház udvarára, és reméljük sokan ellátogatnak ide. Hát nagyon, én remélem, és biztos vagyok benne, hiszen olyan nagyszerű programok vannak, amit hát tényleg itt estig mondhatnánk, olyan sok minden van, hála Istennek, de hogyha már a zenét és a koncertet mondtad, akkor koncertszínház, és hát ott is nyugodtan mondhatom, és nem csak Király Lindára gondolok, ott sztárok lépnek fel, és gondolom nem volt könnyű megszerezni mindenkit. A szervező munka, feltételezem, hogy nem tegnap előtt kezdődött, igaz? Ez így van, a művészeti titkárunk, vagy művészeti vezetőnk, Gedencsi Lildikó tulajdonképpen egy évvel ezelőtt elkezdte már a munkát és az egyeztetést, hogy sikerüljön. Tudnélik, nyáron hirtelen elindulnak a forgatások, hirtelen elindulnak a különböző előadások, a nyaralások és minden is. Ilyenkor azért nagyon időben kell gondolkozni azért, hogy összejöjjenek ezek az előadások, de remélem, hogy a művészek is, és tapasztaljuk is, a művészek is vágynak arra, hogy találkozzanak a közönséggel. Azt tapasztaljuk, hogy a szabadtérre szívesebben is könnyebben eljönnek az emberek. A jegyértékesítés is azt mutatja, hogy itt már előbb veszik a jegyeket, sokszor a kőszínházba, csak az utolsó pillanatban mennek, nem váltanak bérletet. Mi ebből a szempontból azt gondolom, hogy jobb helyzetben vagyunk. És ha már a zenéről van szó, meg kell említenem egy ünnepi nyitányt, amit Vajda Gergely szerzett a Kőszegi Várszínház jubileumára, és egy olyan szép ünnepi estét tervezünk, amely után a Britten Noé Bárkája című családi operája csendülhet fel. Ezzel is próbálunk egy kicsit a társművészeteknek kedvezni, hiszen fontosnak tartjuk, hogy jelenjen meg a komoly zene is a színház repertoáriában. Természetesen nem feledve, hogy mennyi sok bemutatóra készülünk, hiszen emellett még is bemutatóra készülünk, nagy színpadi bemutatóra. Most akkor csak egy-egy mondatot kérek, ha már Noé Bárkáját említetted, de jönnek az Anyatigrisek? A zenében. Igen.
tessék. Ez is júniusi program. A következő program az Anyatigrisek június 25-én. Látszik, hogy ez a június ez nagyon-nagyon sűrű, és hát az Anyatigrisekben is olyan előadókat köszönthetünk, akik már ugye az előszóba jöttek, Király Lindától, Fekete Lindáig, aki mondjuk Fekete Linda ugye a Szombathelyi Színházban játszott az elmúlt időszakban, tehát ő nekünk mondjuk úgy, hogy közvetlen barátunk, ha szabad így fogalmazni. És ha már a Anyatigriseket említettem, akkor még gyorsan egy mondatban, hogy mit keres itt a programban Vörös Sándor macskája? Hát Vörös Sándorra mindenféleképpen a jubileum kapcsán szeretünk volna emlékezni. Ugye ő egy vasmegyei, te tudod a legjobban, hogy Vörös Sándor egy vasmegyei író, költő, zseni, akinek a munkásságát sokan csak úgy ismerik, hogy gyerekversek vagy gyereknóták kapcsán ismerkedtek vele, és azt gondoltuk a jubileumon, hogy az ő életét és az ő zsenialitását valamiféleképpen be kell, hogy mutassuk. Ezért aztán Göttinger Pált felkértük, hogy írjon egy darabot, amit Káli Artúr ad elő, mint Vörös Sándor macskája, aki ugye ott volt, és 9 élete van, és mindent látott, és mindent tapasztalt, és ezt mind el tudja nekünk mesélni, nem csak verseket, nem csak dalokat, hanem az életéről is tud mesélni, hogy milyen volt Vörös Sándor. Egy nagyon megható, szép bemutató volt. Egyébként Budapesten ősztől lehet majd látni a Fémkaféban. Ez nagyon jó, hogyha említetted, hogy nem csak egy helyen, hanem tényleg, és említetted itt a Bartók Színházat, Dunaújváros, szóval tényleg nagyon sok helyről jönnek, és hát ezek szerint onnan is mennek. De ez tulajdonképpen lehet, hogy rossz a kérdés, hogy mikor zárul a szezon, mert én az elején említettem, hogy itt nem csak nyári programokról van szó, hanem egyáltalán, ugye? Ez így van. Egyrészt nagyon fontos, hogy van gyermekszínházi bérletünk, ami azt jelenti, hogy 400 helyi és környékbeli gyerek jár a gyermekszínházi bérletünkre, tehát ezek egész tanévben vannak, és hát emellett az utóbbi időben elkezdtünk tavasszal, télen, ősszel is előadásokat tartani, azt tudni kell, hogy az előadó művészeti többlet támogatások révén nyílt erre lehetőség. Emellett a Déliné programban is lehet előadásokat választani, amiket meg lehet hívni, be lehet mutatni nagyon olcsó áron olyan közönségnek is, akinek adott esetben kevesebb pénz van a bukszájában, illetve próbálunk mindig olyan kamaraszínházi bemutatókat is erre az időszakra időzíteni, amelyeket nyáron a zsúfolt programban nehéz lenne bepróbálni, de így az őszi téli tavaszi időszakban egy kicsit könnyebb. Fesztivál lesz, mármint júliusra gondolok. Így van, az idejében ez az első alkalom, hogy rendezünk egy fesztivált, és ennek természetesen az oka, hogy szeretnénk, ha minél jobb színházi előadások lennének nyáron is, tehát emelkedjen ennek a színvonala, erről lesznek szakmai előadások, beszélgetések, egyebek, és emellett 3 udvart fogunk a fesztivál ideje alatt működtetni. Az egyik az a gyermekszínházi udvar lesz, sok-sok előadással, játékkal, egyebekkel. Emellett természetesen nem akarjuk elfelejteni a kamaraszínházi előadásokat sem, tehát lesz egy kamaraszínházi udvar, és emellett pedig még lesz egy színházi udvar is, ahol pedig színházi zenék csendülnek fel. Így tulajdonképpen egész nap különböző programokat tudunk kínálni július 14 és július 24 között a város különböző pontjain, amik egyébként 300 méteren belül vannak mind a vártól. Hát akkor nyilván vigyázó szemedet a várra vetíted, mert én azt hiszem, hogy márciusban, és erről hallottam, és nem csak a verebek csipripelték, kiabáltak az emberek körülötted, és azt kiabálták, hogy hurrá, gratulálunk várkapitányunknak. Szóval tiszteletbeli várkapitány vagy, úgyhogy kapitány úr, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és biztos vagyok abban, hogy ez az évad is mindenféleképpen sikeres lesz a Kőszegi Várszínházban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm a hívást, várjuk a budapestieket. kőszegivárszínház.hu, minden információ megtalálható. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, fiatalember, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a meghívást. És hát még csak annyit, hogy nagyszerű művészünk Kocsis Zoltán egyszer azt mondta nekem egy interjúban, hogy akármilyen régen karmester vagy zongoraművész az illető, attól még minden nap szinte gyakorolni kell. Hát akkor a mai napon te már gyakoroltál? Hát a klasszikus értelemben én nem vagyok se karmester, se zongoraművész. Kibújnék ez alól a kérdés alól. Nem, hát én ugye azért a mai nap például az nekem például történetesen pont olyan, hogy innen a stúdióból rohanok tanítani ifjú zongoristákat, úgyhogy ez gyakorolni.
gyakorlásnak számít akkor? Hát számít minden. Na de hát azt mondod, nem vagy zongoraművész, de hát én most nem azt mondom, hogy itt dalold el Rachmaninov Cismol prelügyét, mint egy zongora nélkül, vagy esetleg Csernyet üdöket játszál, de azért ez beleférne mindenféleképpen. Mielőtt tovább mennénk, az apropó mindenféleképpen az, hogy a Benczúrházban 29-én lesz a Virtuózó Kamara Együttesnek a koncertje, és hát ez a társaság mióta van együtt? Ez a társaság 2019. február-márciusa körül alakult, áprilisban tartottuk az első koncertünket 2019. áprilisában, és egy nagyon különleges koncerttel készülünk, mert most gyakorlatilag, majd hogy nem, az összes fellépő szólistánk, vagy hát nem is egészen szólistánk, mert zeneszerző is van a vendégeink között, de hogy ők mind a kamaraegyüttesen kívülről érkezett vendégek, és ilyen a kamaraegyüttes történetében, a 11 tagú kamaraegyüttes történetében még nem fordult elő, bár csak 3 éve létezünk, szóval még sok mindenre van időnk, remélhetőleg is, de ez most egyfajta újdonság, ezzel tulajdonképpen a klasszikus értelemben vett szezont lezárjuk. Hát akkor ez így mindenféleképpen jó, de hogyha már itt erről beszélünk, hogy virtuózok, akkor neked volt egy zenekarod, amit meglehetősen fiatalon alakítottál, a Porchestra, ugye, és én ahogy emlékszem, 2012 a dátum körülbelül. Igen, jól emlékszem. Az hogy összeálltatok, fiúk, aztán gyerünk? Ez hogy is nézett ki? Ez volt egy, igen, írtam egy darabot, egy zongoraversenyt, amit szerettünk volna előadni, és akkor úgy nézett ki a dolog, hogy azt hiszem, hogy eredetileg nem is én vezényeltem volna, hanem akkor az, akit eredetileg felkértem, ő visszamondta, és egyfajta kényszerűségből kezdtem el vezényelni. Nekem ott volt, tehát hogy rögtön a mélyvízben. Hát a konzis, fiatal évfolyamtársaink, vagy iskolatársaink, belőlük alakítottuk ki ezt a zenekart, és aztán tulajdonképpen a maga nemében egész sokáig is működött, de hát nyilvánvalóan azért egy professzionális zenekarnak a fenntartása az nem csak egy olyan egyszerű, hogy az ember kiáll középre és elkezd vezényelni. Ez egy sok rétű, sokkal bonyolultabb dolog, és hát egy jó tanuló pénz volt, meg szerintem voltak szép pillanatok. Mindjárt megmondom, miért kérdeztem, szeretett Chopint? Igen, természetesen. Igen, hát nagyon sok oldalú volt, de azért mondom, hogy megmondom, mert ugye virtuózok, és nem csak a névhez vagy hű, hanem azért ott voltál a virtuózok a versenyen is. Ez pedig, azt hiszem ezután, ahogy említettük ezt a zenekart, egy 2 évvel volt, és ezért kérdeztem, mert biztos emlékszel még rá, hogy ott mit játszottál. Igen, Chopin Ázdúr polonézát, hősi polonézt is szokta. Ezt te választottad, vagy kötelező volt? Igen is, meg nem is, tehát ez úgy nézett ki, hogy amikor az első, még a nem televíziós válogatóra mentem, akkor ezt vittem, és akkor tulajdonképpen azt kérték tőlem az akkori szerkesztők, hogy tulajdonképpen ezt vihetném az élő meghallgatásra és a televíziós meghallgatásra is. Akkor ugrunk egy picit vissza az előzőre, amit mondtál, a koncertre, és vendégművészek nagyon sokan, de azért ilyenkor már fejben megvan majd leírva is esetleg a program. Természetesen ezért megvan. Ezért is kérdeztem, hogy Chopin is lesz benne ezek szerint. Nem, Chopin most nem lesz benne. Nekem is egyik kedvencem. Nem, itt most nagyon különleges koncertünk lesz. Ugye kezdünk egy 2020-ban feltűnt ifjú zongoristával, aki most zeneszerzői oldaláról villan meg. Ő Varga Nadin, aki különdíjas volt az előző évadban, és a Virtuózó Kamara Együttesnek az volt a különdíja, hogy az egyik szerzeményét eljátsza. Hát, ezzel fogjuk nyitni a darabot, a Szerző Titka című szerzeményét fogjuk eljátszani. Azt követően egy teljes Mozart versenymű, a 216-os köhüljegyzékszámú G-dur hegedű versenyt fogjuk eljátszani, aminek Abu Zahra Amira lesz a szólistája. Ő nagyon sok virtuózok évadban föltűnt, legutóbb épp az első nemzetközi évadnak a finalistája döntőse. Ővele fogjuk ezt eljátszani. Lesz egy vendégművészünk, Stéger Endre, aki Várdai István növendéke Bécsben. Dvorzsák Hámor cselló versenyének első tételét fogja eljátszani, illetve zárásképpen pedig az együttesünk fuvolistája Csabai Zsuzsanna fogja Hacsatúrján eredetileg hegedű versenyét, amúgy meg fuvola versenyének első tételét eljátszani. Egybe van vagy szünettel? Természetesen egybe. Minden, azért. Hát, na most szerencsére elmondhatjuk, hogy nagyon-nagyon sikeres a pályafutásod, és nem csak itthon, hanem külföldön is, és ezt most csak azért hozom szóba, mert ha valaki egy kicsit érdeklődik, vagy utána néz, akkor ezt a nagyon furcsa szót, illetve címet, hogy a hallei kirurgus, ez biztos, hogy megjegyzi, hozd egy kicsit közelebb a nézőköz. Hát a hallei kirurgus egy Szabó Magda rádiójáték, 1960
2002-ben mutatták be, akkor azt hiszem Ajtai Andor volt a főszereplő, a kirurgus. Ez egy nagyon érdekes történet, a történet alapvetően arról szól, hogy egy ifjú, tehetséges zongorista, hát ez nagyon régen játszódik, tehát 17. századról beszélünk, ugye akkor zongora ebben az értelemben nem volt, de zongorista elképesztő tehetséget és érdeklődést mutat a zene iránt, de az édesapja a kirurgus, ez a sebésznek a régies megnevezése, sebészorvos, a Weissenfelsi hercegségnek a sebészorvosa, hát ő nem igazán díjazza, hogy a gyermeke zenész legyen, és hát természetesen ennek az egésznek az érdekessége, hogy maga a kisgyerek az a Georg Friedrich Händel, akinek aztán tulajdonképpen nem is róla szól ez a történet, hanem az édesapjáról, ezért is ez a címe, honnan jut el az apa onnan, hogy teljes egészében tiltja a zenélést odáig, hogy rá kell jöjjön, hogy a fia szeretetért meg kell tennie azt, hogy engedi a gyermeket zenélni, és hát ugye egy világhírű zeneszerző is lett belőle. Ebből egy operát. Igen, ebből valóban először 2014-ben komponáltam egy operát, és azt 2017-ben a Debreceni Nemzeti Színház, a Csokonai Színháznak a társulatával, azt hiszem 9 alkalommal. De ez is versenyre íródott, ugye? Igen, ez a Miskolci Opera Fesztivál, a Bartó Plusz Fesztiválnak az operaíró versenyére készült, ott kapott díjat. Na most említettük ugye Chopint, akkor most akkor a második részében a kérdésnek említsük meg Mozartot. Mindjárt tudod is, hogy miért, mert átiratról van szó, és a Don Giovanniból lett egy rock Giovanni. Na most, ha Mozart élne, akkor ennek tapsolna és örülne, vagy forog a sírjában? Nem tudom. Ezt nem tudom. Én bízom benne, hogy nem olyat írtam, amitől forog a sírjában. De én szerintem is. De szeretném most egyszer is mindenkor a kontextusba helyezni ezt a kérdést, mert ez már nagyon régóta, hogy mondjam, kísért, és nyilvánvalóan minden alkalommal, amikor valamilyen szempontból megszólalok egyfajta konzervativizmus nyelvén, akkor mindig megkapom, hogy persze, de a Rock Giovanni. Most a Rock Giovanni az egy polgárpukkasztás, tehát ez egy zenei poén, amelynek a címe tartalmazza a rockot. Természetesen néhol a zene is, de ez mondjuk az 5 percet eléri a 3 órás operából. Alapvetően egy ilyen stilisztikai ringlispiel ez a darab, egyfajta zeneileg humoros oldaláról próbálja megmutatni a karaktereket, amelyet különböző Mozart után élt és alkotott zeneszerzőknek a stílusából állítottunk össze, és tulajdonképpen a Rock Giovanni az hát persze tükröz egyfajta szabadosságot és ezt a rock and roll életérzést, de emellett inkább arról van szó, hogy egy picit pontosan azoknak az embereknek szerettünk volna üzenni, akik arra képtelenek, hogy megnézzenek egy előadást, ellenben van véleményük róla. Értem. És ezért sokszor ugye őket ez megtéveszti, mert kapásból azt hiszik, hogy rock hangszerekre írtuk át a teljes darabot, és hát igen, vannak polgárpukkasztó dolgok, és voltak polgárok, akik megpukkadtak. Hát na, ez rajta. Már így van, na most vonzódsz gondolom az átiratokhoz, mert itt van a másik, a gyönyörű Kék Duna, ami Strauss, és szóval inkább úgy kérdezem, hogy miért vonzódsz az átiratokhoz? Hát szóval sokfajta átirat. Nagyon sokfajta. Ez a Kék Duna, amit említettél, ez egy unatkozó vasárnap délutánom egyik ilyen hát értékesnek nem mondható végeredménye. De azért unatkozzál sokszor és csinálj ilyeneket is. Az átiratok alapvetően, tehát sokfajta átirat van, és az a kérdés, hogy mennyire van értelme adott esetben egy átiratnak. Ugye, amikor a Virtuózok Kamara Együttesről beszélünk, akkor a Virtuózok Kamara Együttes is ugye folyamatosan átiratokkal dolgozik, hiszen a hangszer összeállítása annyira egyedi és unikális, amilyen összeállítása nem komponáltak a zeneszerzők. Nyilvánvalóan megvannak a kellő határai ennek a dolognak, de ezek is átiratok. Ezeknek pontosan az a lényege, hogy kamarazenei formációban, kis termekben, kis helységekben közelhozva, de azért egyfajta zenekari élményt okozhassunk. De azért ez egy elég nehéz feladat, mert nem annyian vagytok, mint a MÁV szimfonikusok. De hát az átirat, gondolom én, az is azért is nagyon fontos. Mert nem mindegy, hogy hányan játsszák. Hát természetesen. És ez egy komoly meló, most nem csak a Kottára gondolok, hanem egyáltalán. Na most még egy, ami nagyon reméltem, hogy eszembe fog jutni, Csipike. Most megmondom miért, mert én emlékszem arra, hogy Csipike az óriás törpe, és akkor én úgy tudom, hogy amikor ez megjelent, akkor Romániában betiltották egy jó darabig a könyvet, mert a Csipikét Ceausescu-val azonosították, hogy nélküle még a nap se kell föl. Ez butaság. Na most azért mondom, hogy ez ilyen legenda szám, de minden esetre
Azt hiszem, hogy Csipike, azért hát gondolom vonzódsz az ilyen gyerek dolgokhoz is. Ez, egy nagyon, ez készül. Ez már elkészült. Igen. Hát az érdekesség, hogy ezt a Ceausescus vonalat említetted, de nem tudom, hogy betiltották ezt most erről. Ezt nekem onnan mondták. Igen, hát maga az asszociáció viszont elég nagy hülyeség, mert hogy a Csipike kimondottan azért érdekes karaktere ennek a mesevilágnak, mert abszolút nem ez a konvencionális mese karakter, hogy vannak a jók, persze, meg vannak a rosszak, és a Csipike elsősorban egy pozitív főszereplő, akiknek mi megismerjük, vagy akinek mi megismerjük az árnyoldalait. Tehát egy kimondottan emberi karakter, ahol azt láthatjuk, hogy nem egészen úgy van ez, hogy hát vannak a jók, akik mindig csak jót csinálnak, és vannak a rosszak, akik mindig csak rosszat csinálnak, hanem egy teljesen komplex karaktervilág, nem csak a Csipike karakter egyébként, hanem nagyjából mindenki más is. És szerintem ezt a mesét ez teszi emberivé, érthetővé, ezért nagyon érthető a gyerekek számára, és pontosan ezért szórakoztató a felnőttek számára. Az ötlet egyébként nem tőlem származik, ez Molnár Leventének az ötlete nyomán. Már nagyon régen említette nekem, hogy hát a Csipikéből operát kéne írni, úgyhogy egy négy felvonásos, hát ilyen mini tetralógia tulajdonképpen, ez négy felvonás, meg négy különálló történet. Tehát, nagyon egy, jó. Igen, ez egy nagy, gigantikus munka volt, amit most érünk a végére. Igen, azért is mondtam én először jelen időben, de hát hál' Istennek észre van. Na most még visszatérünk egy pillanatra a rockra, már csak azért is, mert Mozartról jutott eszembe, hogy azért, ha ő ma élne, akkor azért elég nagyszerű figura lenne, és nem biztos, hogy csak úgy tekintenénk rá, mint egy komoly zeneszerzőre, mert az élete se ezt mutatja, de itt van a másik nagyszerű, Liszt Ferenc. Hát szóval, amit ő, legalábbis amit tudok róla, és amit olvasni is lehet róla, hát most élne, hatán még rocker is lenne, mert amit ő végigcsinált a pályafutása során, az 100 zongorájával, meg a koncertkör útjaival, hát akkor most... Nem akarok hülyeséget mondani, de szinte mint egy rockstar. Nem, abszolút nem hülyeség. Hát sokan szokták is ezt a népszerű szófordulatot használni, hogy ő volt a zenetörténet első rockstára. Hát tényleg azt a fajta viselkedést váltotta ki a közönségéből, ami ma már ilyen teljesen megszokott popzenei, vagy könnyűzenei koncerteken, persze. Ez a sikoltozva őrjöngés, de hát ez addig nem volt, és ez tulajdonképpen a Liszt hatás érte el. Azt akkor egy Lisztománia nevű betegségnek el is nevezték, mert ezt akkor egyáltalán nem ismerték a csak akkor még nem gitárpengetőket gyűjtöttek, mint most, hanem a Lisztnek az eldobott cigarettacsikjeit. És ez abszolút létező volt, úgyhogy ez egy abszolút találó hasonló. Na most még itt összesen 2 percünk, én meg még tudnék 26-ot kérdezni, akkor egy-egy mondatot kérek csak, hogy amikor először leültél a zongorához, vagy most leülsz esetleg a zongorához, az nyilván nem ugyanaz a hangszer, de például aki leül, az ugyanúgy, most nem csak a billentésre gondolok, ugyanúgy zongorázik egy Bogányi féle zongorán, vagy mint egy annak idején egy Stanway-en? Én azt gondolom, hogy erre minden zongorista azt mondaná, hogy nem. Tehát, hogy minden zongora hangszer, ez egy nagyon különböző mechanika, nagyon különböző struktúra. Hát meg a zongora is 300 év alatt változott. És hát igen, de hát amikor én először zongorán az ültem, az nem 300 éve volt, de azért ugye ehhez hozzátartozik, hogy egyrészt nagyon nem mindegy az akusztikai tér sem, hogy egy ember milyen akusztikai térben ül le zongorázni, tehát egészen minden hangszernek van egy sajátossága, ugye ezek manufaktúrák, tehát nem gyártósorról érkezett készítmények, igen, hanem kimondottan ugye kézzel készített eszközök, és ezért mindegyik egy nagyon egyedi darab. Legyen szó akár Steinway-ről, akár Petrofról, akár bármilyen márkáról. Igen. Jó, hát akkor én még egyszer nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és még egyszer azt, hogy 29-én lesz a Benc úr házban a Virtuózok Kamara Együttes koncertje, és miután nagyon szerényen azt mondtad, hogy nem zongora művész, és nem zenész, és nem karmester, és nem és minden, hanem a művészeti vezető ennek az együttesnek, de azért én azt hiszem, hogy hát mondjuk a jazzről nem beszéltünk, de ezek után feltételezem, hogy ahhoz is vonzódsz, úgyhogy én csak azt tudom kívánni a közönség nevében, hogy tessék szíves lenni továbbra is gyakorolni. Igen, és ha már ilyen fiatalon nagyon népszerű lettél a szó legjobb értelmében, a virtuózok értelmében, akkor folytatódjék ez a karrier. Köszönöm szépen.
kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Ennyi volt a Kulturális Magazin, a Nagykörút. A szokott időben egy hét múlva ismét jelentkezünk, addig is vigyázzanak magukra. Minden jót a viszontlátásra, a viszonthallásra. Nagykörút című kulturális közéleti magazinműsor a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében készült.